Háló mindenki, ez itt Enkrisz, és ez itt a Fekete Özvegy végjátszás. Aki nem ismerni a Fekete Özvegyet, annak csak elmondom, hogy az a lényeg, hogy ilyen egész sorokat kell kirakni. És akkor jó játék, hogyha unatkoztok éppenséggel. Látjátok, hogy nekem most ez nagyon jól megy. Mert már... Mi? Ja, igen, értem, értve vagyok. Nem is így szoktam játszani amúgy. Szóval úgy kell csinálni, hogy itt játszotok, és akkor nyomogatjátok az M-et. Mondja, hogy akkor mit kell csinálni, és akkor... Ja, ezt erre, oké. Akkor ezt erre. És akkor láthatjátok, hogy ez elég pitián egy játék. Mert megmondja, hogy mit kell csinálni, szóval nem tudom, hogy miben a nehézség. Ja, nem tudom, miben a nehézség, mert ez még egy donkorosnak is sikerül. Nem tudom, hogy van egy donkoros a nézőim között, de valószínűleg ő is sikere venni az akadályokat. Már ezt akadálynak lehet nevezni, ezt az ostoba játékot. Nem is játék, ez nem hiszem, hogy bárki is élvezi ezen a bolygón, mert olyan szar. Ez tiszta primitív játék. Hát csak abból áll az egész, hogy nyomkodod az M-et és rakdosod oda, hova kell rakni. Hát egyszerűen semmi kihívás nincs ebbe az egészbe. Annyi kihívás van, hogy néha félre rakod, és akkor újra meg kell mozdítani az egeret. Hát szóval ennyi. És akkor van mit tudom én hány sor. Van királyom? Van. Oké. Amúgy... Ja, szóval ennyi. Nem egy nagy játék. Mármint egy megabájtilag, nem tudom, hogy hány megabájt, mert alapból rajta van a gépen, de... De így észileg, szóval, hogy eszileg, hogy mennyi eszet kell használni hozzá, úgy olyan szintileg úgy nem egy megerőltető játék. Eszedet annyira nem kell használni. De amúgy szerintem egész jó, szóval én élvezni szoktam a gaminget vele. Mert amúgy szórakoztató, csak tényleg, hogyha izé... Szóval kell rakni, ja? Szóval, hogyha szeretitek a kihívást, akkor játszatok mondjuk Call of Duty-t, mert abban elég sok van. Áj! De jót finktam. Áh! Látjátok, hogyha az ember eltereli a gondolatait teljesen másra, akkor is nyugodtan tudtok játszani, mert semmi nem zavar meg ebbe a játszásba. Hova kell ezt? Így. 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 Aha, és azt oda. És új sort kell kérni. Hát, akkor ezt ide pakolom. Hova kell rakni? Aha, oda. Ezt ide. Ezt ide. Nem nyomtam az M-et. Azért kevesebb pontot fogok kapni. De reméljük, hogy mégsem. 5-6. Igen, ezt láttam magamtól is. 7-8-6-os. Így, 5-ös. Hova kell? David... megvan még egy sor emberek. Hát ez fantasztikus hír. Na jó, meguntam a játékot, az a helyzet, de tudjátok, hogy mi a lényeg, hogy játszatok ezzel, azt kész. Szóval ennyi volt a Fekete Özvegy mára. Köszönöm, hogy megnéztetek a videót, subscribe-oljatok, ajánljatok mindenféle játékokat, ami elfut a gépemen. Tök mindegy, a kommenteket írjátok ezerrel, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre, még ha csak egy jó nagy adat a kurva anyázás is. Az is bőven elég, jobb mint a semmi. A tetszik gombot azt rendszeresen nyomkodjátok, vagy megkereslek titeket. És belépek a YouTube fiókotokba a saját gépeteken. Jó, hogy mekkora fenyegetés volt, ugye? Bocs, ennél számosabban nem tudok lenni, úgyhogy inkább abban is hagyom a videókészítést, úgyhogy sziasztok, és jó fekete özvegyezést, ha esetleg kipróbáljátok egyedül. Amúgy info órán nagyon jó szórakozást tud nyújtani, főleg a végén a tűzi játék, amit nem tudtam sajnos megmutatni, mert nem fejezem be, annyira unalmas, úgyhogy sziasztok. További jó napot és hétvégét, pünköst hétfőt nektek, mert elvileg ma az van, úgyhogy sziasztok, és subscribe-oljatok fel, köszi, sziasztok.